1914 volt az első világégés kezdetének az éve. Ekkor tört ki az a közel 4 évig tartó és egész Európán végig söprő háború, ahol első ízben jelent meg a repülőgép, mint a kor új találmánya. Bár ekkoriban még elsősorban a gyalogságé, a lovagságé és a tüzérségé volt a főszerep, a szemben álló felek stratégiái hamar fölismerték, hogy komoly hasznát lehet venni a hadmozdulatoknál az új égi szerkezetnek. Bár akkoriban még igen alacsony szinten állt a repülőgépek technikai fejlettsége, csak hamar rájöttek a hadmérnökök, hogy melyek azok a területek, ahol hasznát vehetik a légi alkalmatosságoknak. Eleinte harctéri felderítésre, majd pedig bombázásra vetették be a gépeket. Igaz, akkor tájt a bombázás nem egészen úgy zajlott, mint manapság az intelligens fegyverekkel. Sokkal inkább számított a fizikai erő és a jó szemmérték, mintsem a műszerezettség. Akkoriban ugyanis kézzel oldották a bombákat, amelyek többsége igen nagy szórással terült szét a célterületen. A bombázó gépeket azonban csak hamar támadni kezdte a korai földi légvédelem, illetve egyre több olyan gép emelkedett a levegőbe, amelyik azért szállt föl, hogy uralhassa a hadszíntér fölötti légteret. Ezek voltak a korai vadászgépek, amelyek akkoriban még a lovagiasság szabályai szerint vívták egymással csatáikat. Először pisztollyal, majd később már beépített géppuskákkal szálltak szembe egymással. Ekkoriban zajlottak az első légi harcok is, amelyek révén létrejött a szárnyalás legújabb műfaja, a műrepülés is. Az első figurák születése sokkal inkább kötődött ugyanis az ellenség előli meneküléshez, mintsem a virtushoz. Háború második felére viszont már egyre több olyan gép készült, amelyet kifejezetten hadi célokra terveztek, igazolva a repülőgépnek, mint hadi eszköznek a létjogosultságát. Talán éppen az első világháború volt az, ami igen nagy lökést adott a levegő meghódításának, és amely általánossá tette a köztudatban a repülőgépet. Azt, hogy immár az eget is képes volt meghódítani az ember, igaz eleinte nem építő, hanem romboló szándékkal.